rázta meg a magyarországi közvéleményt a hír, hogy egy kaposvári trafik 21 éves eladólányát brutális kegyetlenséggel, 5 készszúrással meggyilkolták. A tettest, a 20 éves B. Pétert hamar előállította a rendőrség. Nagyon fáj. Csak annyit szeretnék mondani, egy végtelen barátságos kis hölgyről van szó. Fiatal kis hölgy volt. Hát ez borzalmas. Az eset újra felvetette a halálbüntetés visszaállításának kérdését. Orbán Viktor miniszterelnök Pécsett elmondta, hogy néhány éve azt hitték, hogy a magyar büntetőjogról és a bűnüldözésről szóló viták végére pontot tettek. Hiszen bevezettük a három csapást, és a tényleges életfogytiglant is, de úgy látom, hogy ezeknek a visszatartó ereje önmagában nem volt elegendő, ezért szerintem a halálbüntetés kérdését Magyarországon napirenden kell tartani, ezzel foglalkozni kell, és világossá kell tenni a bűnözők számára, hogy Magyarország semmitől sem riad vissza, hogyha arról van szó, hogy megvédjük a saját polgárainkat. Ha egy fiatal eladólányt 22 ezer forintért meggyilkolnak, akkor az embernek automatikusan az jut az eszébe, hogy az ilyen ember megérdemelné a halálbüntetést. Ezt Rogán Antal nyilatkozta a Magyarországi Közszolgálati Televíziónak. Ebben én egy legitim vitának tartom a halálbüntetésről szóló vitát, azért, mert erről a magyar társadalomnak nem volt módja dönteni. Ezt mondjuk ki őszintén. Magyarországon nem a nép, nem népszavazás, nem a parlament törölt el a halálbüntetést, az alkotmánybíróság. Az ellenzéki pártok közül a Jobbik támogatná halálbüntetés visszaállítását, az MSZP szerint viszont a bűncselekmények megelőzésére kellene inkább a hangsúlyt fektetni. Az LMP-s Ikotics István úgy véli, a Fidesznek csupán a szavazatszerzés a célja a téma felvedésével.